Budapesten az UTE vívótermében rendezték meg a gyermekkorcsoportos, azaz 2004-ben vagy utána született kardozók országos bajnokságát. Az NJSC szakágát két lány és három fiú képviselte. A lányok egyéni versenyében Nyíri Villő az ötödik, Halász Panna pedig a 36. helyen végzett. A fiúknál hárman indultak az egyéni versenyben, közülük ketten bejutottak a 8-as döntőbe, ahol egy ötödik és egy harmadik helyezést szereztek az NJSC fiataljai. Hatalmas mezőnyre számítottunk, ez be is jött, mert 102-en indultak el az országos bajnokságon, a 2004-ben születettek között, és tőlünk ugye a Balcz Dávid, Szántó Dávid és a Varga Zalán indultak el. A Szántó Dávid még 2005-ös, tehát egy évvel fiatalabb. Elindultak, nagyon jól teljesítették a kört, gyakorlatilag veretlenek voltak, és a direktkieséses táblán egyenesen meneteltek be a legjobb 8 közé, kivéve a Szántó Dávidot, de hát a sors fintora Szántó Dávidot az Varga Zalán verte meg a táblán, úgyhogy két nyíregyházi között az egyik sajnos búcsúzott. Ők viszont ketten bejutottak a 8 közé, ahol a Balcz Dávid ugye a 4 között bronzérmet nyert, Varga Zalán pedig egy előkelő 5. helyen végzett. A bajnokság második napján a csapatversenyt rendezték meg. A lányoknál nem indult a nyíregyházi együttes, a fiúk viszont egészen a döntőig verekedték magukat, és végül ezüstéremmel zárták a bajnokságot Pákei Béla tanítványai. 18 csapat indult, ez rekord létszám, ilyen sok csapat még nem indult országos bajnokságon soha. Mi a második helyen voltunk kiemelve, mert az egyéni eredmények alapján ugye rangsorolták a csapatokat. Először megvertük a Gödöllőt, utána a Török Bálintot, aztán a TFS-e következett az elődöntőből a döntőbe jutásért. Őket is legyőztük, és a BVSC, aki a favoritnak számít, gyakorlatilag csak tőlük kaptunk ki, és így ezüstélemmel zártak. A fiúk nagyon ügyesek voltak, gratulálok nekik szívből. Az egyéniben 5. helyen végző Varga Zalánban sem a mutatott produkció, sem az eredmények miatt nem maradt hiányérzet. Az egyéni helyezéssel teljes mértékben elégedett vagyok, az 5. hely úgy gondolom, hogy szép eredmény. Csapatban meg másodikak lettünk, annak is nagyon örülök, és szerintem jól vívtunk. Fokozatosan haladtunk előre, először könnyű asszonyink voltak, aztán egyre nehezebb, és a döntőben ugye kikaptunk, és az volt a legnehezebb asszó. A korosztály felső határánál fiatalabb Szántó Dávid örült a csapatban elért ezüstéremnek, az egyéni szerepléssel azonban nem volt elégedett az apácai diákja. A csapatverseny az, hát szerintem az volt inkább jó, a egyénit azt én nem tartom túl jónak, mert a 16-ban ott kellett volna lennem igazából. Mikor kezdtél el vívni, és minek a hatására? Én 2012-ben kezdtem el vívni, ugye amikor Szilágyi Áron megnyerte Londonban az olimpiát, és hát ennek hatására. A fiatal vívók számára ezzel befejeződött a tavaszi versenyidőszak, de közülük többen már a jövő hét elejétől napközis edzőtáborban csiszolják tovább tudásukat. Ősszel pedig következnek az újabb versenyek.